Itt még raklapokon sorakoznak a térkövek az FC60 pályánál, de hamarosan egy új, 81 férőhelyes belső parkoló épül majd belőlük. Itt pedig már a helyükre kerülnek az elemek, feltehetőleg április végére elkészül a parkoló. A népkerti sporttelepen emellett több fejlesztés is várható az idén, a műfüves kispálya felülete is megújul, valamint 363 négyzetméter nagyságú rekordtámpályát is kialakítanak. Nagy munkálatok, amik látszanak, az a belső parkolóknak az építés lesz, egy 80 férőhelyes parkolót fogunk megcsinálni, hát remélhetőleg április közepére át lesz adva. Ez a része a létesítménynek. Mellette felújítottuk, vagy felújítjuk, most is az is folyamatban van a kis műfüves pálya, a műfű 1-es pályánk, ami ugye 10 évvel ezelőtt épült, és ráfért a felületének a cseréje. Az FC60 pályán azonban tovább folytatódnak a munkálatok, feltehetőleg 3 héten belül elkezdődik a lelátó lebontása is, ugyanis ebben az évben a létesítmény ezen része is megújul. A népkerti sporttelep beruházásai részben TAO forrásból, részben pedig az önkormányzat támogatásából valósulnak meg, a fejlesztések összesen 600 millió forint értékben történnek meg.